Sziasztok, ismét itt vagyok. Ez egy nagyon gyors kis videó lesz igazából. Meg sem nagyon akartam csinálni, de egyre többen kérdezitek, hogy mi az én alvás előtti rutinom, vagy mi a nap végén az én kis rutinom. Igazából lesz külön podcast, külön beszélgetés, külön műsor erről, mert én úgy gondolom, hogy a minket körülvevő problémák egyre jobban begyűrűznek mindenki életébe, ez elkerülhetetlen, tehát úgy tűnik, hogy túl vagyunk egy 2 éves covidos, lezárásos elmebajon, és hát ebből átmentünk egy sokkal rosszabb, még nagyobb elmebajba. Nem is akarok ebbe belemenni, igazából legalábbis ebben a videóban nem, majd egy másik videóban mindenképpen belefogunk. De én úgy gondolom, hogy az emberek mentális egészsége egyre nagyobb nyomás alatt van, amit én magam is érzek. Láthattátok abból is, hogy most közel egy hónapig nem is készült videó. Megmondom őszintén, engem rettenetesen megviselnek ezek a dolgok, és nagyon befolyásolnak. Nem igazán tudok ezeken olyan könnyedén túllendülni, és megnehezítik ugye a hétköznapokat, és gondolom ez gyakorlatilag mindenkire igaz, és ezért egyre több és több klienstől és ugye más emberektől, akik írnak nekem is, kapom azt a kérdést, hogy mégis milyen szerepe van a stressznek a fejlődésben, mégis milyen szerepe van az alváshiánynak a fejlődésben, hogyan lehet mégis a regenerációt ilyen körülmények között optimalizálni, ha egyáltalán lehet, és hogy milyen táplálékegészítőket vagy milyen praktikákat alkalmazok én erre. Úgyhogy ezeket most gyorsan bemutatnám nektek, hát semmi újdonság nem lesz benne valószínű, de azért mégis keresztül megyek rajtuk. Az első olyan dolog, amivel a stresszel járó kortizon szint emelkedést talán egy kicsit kompenzálni lehet, nem táplálékiegészítő reklám lesz, de teljesen random táplálékiegészítőkről van szó, cégtől függetlenül, úgyhogy nekem ne írjátok, hogy ez meg az meg amaz a cég, az ugyanez-e. Itt konkrétan termékekről lesz szó, tehát hatóanyagokról, nem pedig cégekről. Jó? Tehát az első ilyen dolog ez az ashwagandha nevű kis termék. Igazából ez a kortizon szintet hivatott csökkenteni. Ez egy olyan táplálékiegészítő, ami mögött még igazából valós tanulmányok és tények is állnak. Ezt nem fogom mondani, hogy ettől majd elkezdtek fejlődni, vagy majd ettől a kortizon szintetek jelentősen fog csökkenni, de nem egy drága táplálékiegészítőről van szó, és én úgy gondolom, hogy legalábbis nem én gondolom úgy, hanem a tanulmányok azt bizonyítják, hogy ez bizony valóban működik, nyilván minimálisan, de működik. Ez egy olyan táplálékiegészítő, amire érdemes beruházni, nem első vonalbeli táplálékiegészítő, tehát nem helyettesíti a multivitamint, nem helyettesíti a fehérjét, vagy akár a kreatin, de mégis egy jó termékről van szó. Én úgy gondolom, hogy amikor egy intenzív tömegnövelő fázisban vagyunk, vagy inkább, még inkább egy intenzív, deficites diétás fázisban vagyunk, és ráadásul amúgy is ér minket folyamatosan a stressz, egy ilyen táplálékiegészítő igenis különbséget fog tudni jelenteni a között, hogy fejlődünk-e vagy nem. Ne vegyétek készpénznek, ez csak az én véleményem. Másik. Új kedvenc, triptofán. Nem új kedvenc, szerintem 20 éve, de ebben a formában új kedvenc, ugyanis ez egy triptofán, mi ez? Gumicukor. Baromi finom, de ez mindegy is, nem ez a lényeg. Triptofán. Már más videóban is volt erről szó, Dr. Dean is beszélt erről részletesen, mit is csinál a triptofán, ezt most nem szeretném elismételni, de a lényeg, depresszió kezelésben, stresszoldásként amúgy is használják egész nap folyamán adagolva, nagyobb dózisban pedig lefekvés előtt érdemes adagolni, és ezáltal az alvás minőséget és az alvás host tudjuk egy kicsit befolyásolni. Én ezt rendszeresen szedem, mostanában megmondom őszintén már nem csak lefekvés előtt, hanem napközben is, ugyanis én ettől a jelenlegi helyzettől, ami a világban van, én megmondom őszintén, rettenetesen ki vagyok, úgyhogy én ezeket szedem egész nap. Nyilván nem nagy dózisban, nem szeretnék egész nap álmos lenni, meg aludni, így is álmos vagyok, de ez még rontana a helyzeten. Ugyanakkor kis dózisban valóban orvosi kezelésekben is alkalmazzák depresszió és stresszoldásként, és valóban működik. Következő kis csoda fegyverem a melatonin, imádom a melatonin. Melatonin egyébként nem is kellene, hogy táplálékiegészítőnek hívják valójában, mert bármilyen furcsa, a melatonin az valójában egyébként egy hormon, ezt az agyunk termeli, amikor sötétbe kerülünk, akkor az agyunk a melatonin termelés fokozásával jelzi a szervezetünknek, hogy itt az idő elaludni. Mire jó a melatonin? A melatonin akkor jó, hogyha rendszertelen az alvás periódusunk, mert akkor a melatonin beszedésével azt a szignált tudjuk küldeni a testünknek, hogy ideje aludni. A melatonin nem fog javítani az alvás minőségünkön,
nem fog javítani az alvás hosszunkon, nem fogunk tudni mélyebben aludni, nem fogunk tudni jobban aludni a melatoninnal, viszont jóval hamarabb el fogunk tudni aludni. És ez nagyon fontos annak, aki például folyamatosan stresszel alvás előtt, nem tudja az agyát kikapcsolni, folyamatosan a napi dolgokon, vagy akár a világ dolgain jár az agya, mint nekem, akkor egy ilyen termékkel valóban hamarabb le tudjuk kapcsolni a villanyt az agyunkban, és hamarabb el tudunk aludni, tök jó. Dózisolás, most nyilvánvaló azt kell mondjam, hogy ami a dobozra van ráírva, de a valóság az, hogy érdemes legalább 5 mg-ot használni, és nyilván szükségtől függően ez felmehet az orvosi kezelésben alkalmazott maximum, meg ami 10 mg, én még soha nem vettem be 5 mg-nál többet, pedig én tényleg nagyon szaralvó vagyok, úgyhogy szerintem 5 mg-nál többre senkinek nem lesz szüksége. Következő termék, szintén új, kötőjel régi kedvencem, rengeteg videóban említettem már nektek, ez pedig a CBD, én ezt most már különböző formákban is alkalmazom, van a jó öreg szokásos, mi ez, nyelv alá fújó spray formában, van csepp formában, ez egy új cég egyébként, baromira bejött nekem, cégnek a linkje majd a videó alá be fogom tenni, ugyanis ezzel én most rettenetesen elégedett vagyok, rendszeresen használom szintén lefekvés előtt, meg egyébként van, hogy napközben is. CBD szintén előnyeiről most nem fog beszélni, egyrészt mert nagyon sok CBD terméket nem vizsgálnak. Na most ezt tudni kell, hogy a CBD nem esik jelenleg táplálékkiegészítő körben, ami azt jelenti, hogy nincs univerzális minőségellenőrzés a CBD termékekre Európa szerte. Mi ezzel a probléma? Nos, az, hogy rengeteg szar CBD termék létezik. Viszont azok a cégek, amelyek független minőségellenőrzést végeznek a termékeiket, tehát nem ők ellenőrzik le a saját termékeiket, hanem egy külső kutatólabort erre felkérnek, és ezeknek a kutatásoknak, ezeknek a bevizsgálásoknak az eredményeit fel is teszik a saját weboldalukra, ezek a termékek valószínűleg megbízhatók lesznek, és jól fognak működni. Na most, árértékarány, mert erről beszélni kell. A CBD az egy rendkívül csökkenő ártendenciát mutatott az elmúlt 2 évben, ami most úgy tűnik, hogy megfordult sajnos. Tehát ami 2 évvel ezelőtt még itt Angliában is rettenetesen drágának minősült, ma már tényleg gyakorlatilag apró pénzért lehet CBD termékeket venni, bárhol bemész egy dohányboltba, vagy akár egy drogériába, egy táplálékkiegészítőboltba, orvaszájon mindenhol lehet CBD-t vásárolni, különböző formákban, de az áraik elkezdtek felmenni. Na most, mindenkinek el kell dönteni, hogy számára megéri-e egy ilyen termék. Másik. Legnagyobb kedvencem, ezt muszáj megmutatnom nektek, ez egy CBD, nagy mennyiségű CBD tartalmazó gumicukor. Most én diétázok, az egy dolog, de ez olyan szinten finom, hogy hihetetlen, tehát én az egész dobozzal bezabáltam 3 nap alatt, ez azért sokat elmond, ez nem kevés CBD nyilván, tehát ez van. Van, aki erre költ, van, aki másra. Én azt mondom, hogy igazából sokan szokták mondani, hogy hát a táplálékészítők drágák, meg az egészséges táplálkozás drága, ami egyébként igaz nyilván, és ez egyébként egyre rosszabb lesz, de ugyanakkor minden egyre drágább. Tehát azt is lássuk be, hogy feltelti az ember magának a kérdést, hogy egy márkás cipő, meg egy papagáj mintás idióta rikító edzőcuc több 10 000 forintért fog-e hozzátenni a fizikumomhoz többet, vagy az egészségemhez, vagy egy harmad annyiba kerülő CBD termék, vagy egy ne tized annyiba kerülő ashwagandha termék, vagy egy 20 annyiba kerülő más termék. Tehát én értem, hogy ezek a termékek drágák. Én ezt értem. De az is igaz, hogy minden drága. Tehát megmondom nektek őszintén, ha választanom kéne, hogy elmegyek moziba, vagy elmegyek szórakozni, vagy elmegyek inni, sörözni, egyébként életemben nem ittam még sör, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülnek az alkoholok, de biztos rohadt drága. Tehát lehet választani, hogy elmegyek és megiszok 3 felest a hétvégén, vagy annak az árából veszek egy ilyen terméket, és ezáltal jobban fogok tudni aludni, sokkal kevesebb stressz fog engem érni, és mindannyian tudjuk, hogy a stressz mivel jár, tehát a stressz hormon termelésének, a stressznek rettenetesen sok testi jele van, a stresszhez vezethető vissza a népbetegségek 90%-a, a ráktól kezdve az összes létező daganaton, mentális problémákon, depresszión, stb. Keresztül. Ha ezt a szintet, ha ezt a stressz szintet, vagy a stressznek a hatásait tudjuk csökkenteni valamilyen táplálékészítővel, legyen az egy CBD gumicukorka, vagy egy CBD csepp, vagy bármi ilyesmi, egyéni döntés kérdése, én egész biztos, hogy ezekre fogok inkább költeni. De ez csak én vagyok. Másik, D-vitamin. Általánosan kijelenthető az, hogy akinek
kiegyensúlyozott táplálkozása van. Magyarul nem zár ki semmilyen ételcsoportot az étrendjéből, nem zár ki semmilyen makrotápanyagot az étrendjéből, tehát mondhatjuk azt, fajék egyszerűen megfogalmazva, hogy mindent eszik, de mértékkel, a minden alatt szó szerint értem a mindent, tehát többféle, legalább 3-4 féle fehérje forrást, legalább 5-6 féle szénhidrát forrást, legalább 2-3 féle gyümölcs és zöldség forrást, legalább hetente egyszer vagy kétszer zsíros halat is fogyasztunk, legalább hetente egyszer-kétszer fogyasztunk vörös húsokat, miközben a fehérjeink nagy részét egyébként természetesen sovány fehér húsokból biztosítjuk, legalább napi szinten fogyasztunk egy vagy két tojássárgáját, akkor ez esetben lássuk be, nem fog kialakulni vitamin hiányállapot a testünkben. Így ez azt jelenti, hogy például egy ilyen komplex multivitamin termékre nem biztos, hogy szükség van. Ez nem jelenti azt, hogy nincs. Ugyanis azt is tudni kell, hogy amit mi az edzőteremben végzünk, az nem a hétköznapi terhelés. Tehát a mi testünk sokkal nagyobb stressznek van kitéve, fizikai stressznek, mint akár egy fizikai dolgozó. Tehát én tudom, hogy sokan nyilván általában a 30-as IQ alatti réteg szokta azt mondani, hogy gyere velem kapálni, meg betonozni, meg ilyen paramságok. Nyilván semmi köze nincsen az fizikai munkának ahhoz a munkához, amit az edzőteremben elvégzünk. Ez egy teljesen más terhelés, ez egy teljesen más stressz, ez egy teljesen más, nem aerob, hanem anaerob edzésmódszer, teljesen más stressz a testnek, és emiatt még kiegyensúlyozott táplálkozás esetén is kialakulhat hiányállapot. Mi a leggyakoribb hiányállapot? A D-vitamin. Egyébként szintén nem kellene vitaminnak hívni, mert a tokoferol a D-vitamin, az valójában egy hormon. A D-vitamin, bele sem megyek, tök mindegy. Az egészséges hormontermeléshez, az optimális tesztoszteron termeléshez elengedhetetlen a D-vitamin, arról nem is beszélve, hogy ugye általában egyre kevesebb napfény ér minket, legalábbis engem biztosan Angliába, de egyébként ez mindenkire igaz nagyjából, természetesen attól függően, hogy hol él ugye a világon melyik pontján, de a D-vitamin táplálékészítés az, ami rettenetesen fontos, előnyeibe szintén nem akarok belemenni, mert nem akarok egy órás videót, belinkelek majd mindent, amit érdemes ezekről a termékekről, vagy ezekről a hatóanyagokról tudni, természetesen belinkelem a videó alá, akit érdekel, vagy aki nem hiszi el nekem, D-vitamin kiegészítésre mindenkinek szüksége lenne. Másik. Azt már lehet többször is elmondtam, hopp, van még itt egy formájú CBD, ezt elfelejtettem mutatni, vannak ilyen CBD vépek, ami egyébként üres, mert elhasználtam. De ez is egy baromi jó módja annak, hogy CBD-t használjunk. Tehát nagyon sok különböző variáció van, mindenki meg tudja találni azt, ami magának akár anyagilag elérhető, vagy akár kényelmes. Ezek a vépek rendszeresen jó ízűek, én egyébként nem dohányzom, soha nem is dohányoztam, de ezt baromira tudom élvezni, ugyanis marha jó íze van, diétában tök jó. Ugye van, ahogy már mondtam, a gumicukor, ami eszméletlenül finom, vannak a különböző cseppek, vannak a különböző ilyen sprék, szerintem teljesen mindegy, dózist kell nézni, minél nagyobb dózisú, annál jobb. Vissza a eredeti mondandómra, táplálékiegészítő. Más videóban már elhangzott, hogy én mit tartok a legeslegfontosabb táplálékiegészítőnek, ha csak egyet lehetne választani, melyik lenne az, amit mindig használnék, vagy használtatnék kivétel nélkül mindenkivel, és lehet, hogy ez sokatoknak meglepő lesz, ez mindenképpen az omega 3 halolaj lesz. Ez lesz az, amit nem tudunk táplálkozással bevinni, ha csak nem eszel majdnem mindennapi szinten vad lazacot, de ezt erősen kétlem. Az omega 3 olyan sok pozitív hatással jár, különösen az elmúlt 2 évre visszamenőleg mindenkinek kötelezővé tenném, úgy általában, ugyanis az omega 3 és halolaj lesz az, ami a vérrögképződést meg tudja akadályozni. Hogy jön ez ide? Remélem senkinek nem kell már mondanom, hogy mit csinál ez a tetves vírus, ami körülöttünk van már 2 éve, nyilván vérrögeket okoz a testben, és ez okoz későbbi problémákat. Tehát az problémák gyökere a vérrögképződés. Egy ilyen termékkel ezt meg tudjuk akadályozni, vagy legalábbis mindenképpen tudunk rajta javítani. Arról nem is beszélve, szívegészsége, szíverek tisztasága, rugalmassága, stb. Plusz egy dolog, ahogy láthatjátok a mellékelt ábra mutatja, bármennyire is furcsa, de az omega 3 anabolikus. Az omega 3 igenis hozzátesz a fehérje szintézishez, az omega 3 igenis hozzátesz ahhoz, hogy te izmosabb legyél, azon túl, hogy esetleg az életedet is megmentheti, különösen mostanában, hogy ilyen vírusok vannak körülöttünk. És igazából van még egy táplálékészítő, ezt ide sem sorolnám annyira alap, de azért mégis elmondom, a kreatin, szintén különböző cégektől,
Ettől a cégtől van egyébként a CBD-m, baromi jó szintén, mikronizált, nagyon-nagyon apró szemcsés kreatin monohidrátról van szó, baromi jól oldódik, teljesen semmi íze nincsen, de van még nekem itt régről másfajta kreatinom is, tehát nekem van biotekes kreatinom, nekem van szájtekes kreatinom, van mindenféle kreatinom van, nem azért, mert ennyi kreatin használjuk, tehát ez itt évekre elegendő mennyiség. Szerencsére a kreatin egy rendkívül olcsó táplálékkiegészítő, de szintén a kreatin az, ami csökkenteni tudja az oxidatív stressz, csökkenteni tudja az izomlázat, növeli az anabolizmust, hidratálja a sejteket, jobb tápanyagáramlást ér el ugye az izmokban, fokozza az ATP szintézist, ezáltal hamarabb tudunk regenerálni szériák között, növeli az egyismétléses maximumot, a terhelés, terhelhetőséget az izmokban, az edzések alatt, tehát rettenetesen sokrétű hatás van a kreatinnak. A legrégebben kutatott, legtöbbet kutatott táplálékészt a világon, egyértelműen kijelenthető, hogy a legjobban működő és a legbiztonságosabb táplálékkiegészítőről van szó, ami hozzátesz a regenerációhoz és az egészségünkhez és a kinézetünkhez is. Tehát igazából, és még egy itt a szélen, hát itt most sokan lehet, hogy felnevettek, mert már rengeteg videóban szittam a karnitint, mint zsírégető baromságot, tehát a karnitin nem éget zsírt, viszont a karnitin, különösen az acetil L-karnitin a szívegészségéhez rendkívül mértékben hozzájárul. Nem naturál sportolóknak totál alap a karnitin szerése, nem zsírégetés miatt, ahogy mondtam, hanem a szívegészsége miatt, a szívizomzat egészsége miatt, de egyébként naturáloknak is érdemes lenne ezt használni. Úgyhogy tudom, hogy elég sok táplálékészt mutattam itt most be, ugye van ashwagandha, van melatonin, van triptofán, volt itt különböző CBD, volt itt omega, volt itt D-vitamin, van itt egy kis acetil-L-karnitin a szív miatt, és igazából egy olyan termék van, ami hiányzik innen, és az azért van, mert elfogyott, az pedig a GABA, ami szintén ugyanazt csinálja, mint igazából a triptofán és a melatonin, tehát az alvás minőséget tudja javítani, és az agynak a relaxációs állapotát tudja egy kicsit javítani. Na most egy valamit még ide be kell szúrnom. Relaxációs technika. Aktív közreműködés nélkül semmilyen táplálékészítő nem fog minket jobb helyzetbe hozni, ami a regenerációt illeti. Tehát ez alatt azt értem, hogy amennyiben közvetlen lefekvés előtti utolsó pillanatig te stresszelsz és dolgozol, és nem vagy hajlandó energiát fektetni abba, hogy valamilyen, akár csak egy pár perces kis rutinnal zárd le a napot, ami téged egy relatíve relaxáltabb állapotba hoz, ezek a táplálékészítők nem fognak valójában semmit sem érni. Tehát mindenképpen szükséges a stresszkezelésben az életmódunk valamilyen szintű megváltoztatása is. Értem ez alatt egy saját példa, hogy érthető legyen, miről beszélek. Nekem rettenetesen nagy problémát jelent ugye az alvás. Ez gyerekkorom óta így van, ez valószínűleg így is fog maradni. Na most azt tudni kell, hogy én egy olyan 14-16 órát dolgozom non-stop minden nap. Heti 7 nap, minden nap, nincs kivétel, nem is lesz valószínűleg egy darabig. És igazából emiatt a nap vége, ami nekem hajnal 1 és hajnal 2-kor van, ami a munkát illeti, én közvetlenül utána nyilván nem fogok tudni aludni, ez teljesen egyértelmű. Nyilvánvalóan használom ezeket a táplálékkiegészítőket, nyilvánvalóan ugye beveszem, amit be kell elalvás előtt, de ezek a termékek sem fognak működni, amennyiben nem eszközölök valamilyen változtatást az éjszakai rutinomban. Ez nálam egy végtelenül egyszerű kis rutinná alakult az elmúlt egy évben. Én egész egyszerűen készítek egy koffeinmentes kávét, egy minimális csokis fehérjével az íz miatt, ezt megcsinálom lefekvés előtt, és általában vagy egy stand-up comedy-t szoktam berakni, vagy valami kis zenét, általában egyébként Ozzy Osbourne szoktam hallgatni, ha valakit érdekel, vagy Dave Chappelle-t, vagy Jim Jefferyt, ugye a külföldi stand-uposok királyait szoktam hallgatni, és igazából egy 5-10-15 percet töltök el ezzel lefekvés előtt, bedugom a fülembe, megiszom a kis kávémat, beveszem a kis táplálékkiegészítőimet, és drasztikus javulás történt az regenerációmban és az alvásomban. Tehát igazából diétázok, edzek, nyilván nem, valószínűleg nem fogok tudni úgy kinézni, mint mondjuk tavaly, amikor jelentősen kevesebb stressz volt rajtam, de valószínűleg meg fogom tudni közelíteni azt, és ennek nagy része annak köszönhető, hogy a rutinomban is változást eszközöltem, tehát nem támaszkodok pusztán természetesen a táplálékkiegészítőkre, hanem az életmódomban is próbáltam minimális változásokat eszközölni. Nyilván a stresszt nem tudom csökkenteni, ami engem ér, világon változtatni nem tudok, az életmódomon nem tudok változtatni, ami a munka mennyiségét illeti,
de a nap végén mindenkinek kellene, hogy legyen 10-15 perc saját magára, ahol kizárja a külvilágot, betesz valami filmet, betesz valami sorozatot, valami jó zenét, megiszik egy turmixot, megiszik egy jeges séket, megiszik egy koffeinmentes kávét, mint én, vagy bármi, ami titeket relaxál, bármi, ami az élet apró örömeit jelenti számotokra, és ehhez ugye használjátok ezeket a táplálékegészítőket, akkor ezeknek a dolgoknak az együttes hatása valóban sokat hozzá fog tudni ahhoz tenni, hogy kezeljétek a titeket ilyen stresszt, és ezáltal a fejlődésetekhez is hozzá fog tudni tenni. Hát ez egy eléggé csapongó videó volt, ezért remélem, hogy mégiscsak volt benne hasznos információ. Ennyit szerettem volna ezzel a videóval mondani, és ahogy tudjátok, könyv most már, vagyis az e-book most már könyv formában is elérhető, tök jól néz ki a dolog, szépen meg van szerkesztve, teljesen jó minőségű, akit ez érdekel, videó alatt a link, sziasztok!